Hiányos a burkolat a Szekszárdi strand egyik medencéjénél, így nem lehet bele vizet engedni, és kinyitni sem lehet a strandot, hiába teszik lehetővé a május elején bevezetett lazítások. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere összehívta az érintetteket, hogy ellenőrizze, hogy áll a strandnyitás előkészülete, és mi szükséges a mielőbbi nyitáshoz, mert az üzemeltető sportközponttól eddig semmiféle jelzést nem kapott a szükséges forrásokra vonatkozóan. A sportközpontnak a vezetése, illetve a felügyelőbizottság sem igazán mélyrehatóan foglalkozott a dologgal, hiszen ez a helyzet ez már régebb óta fennáll. Igazából tulajdonképpen különösebb intézkedéseket nem tettek, hiszen nem tettek javaslatot felé, polgármester felé, vagy éppen a közülés helyettesítő polgármester felé, hogy milyen beavatkozásra lenne szükség, pedig idő lett volna rá, azt gondolom, főleg úgy, hogy a sportközpont be volt zárva. A polgármester szerint így akár korábban is nyithatott volna a strand. Malomsoki Krisztián igazgató a találkozón hiába kérdezte Ács Rezső, nem szólalt meg, ahogy a témában korábbi megkeresésünket is elhárította. Az igazgató helyett a fürdővezető beszélt. Elhangzott, ha kijavítják a medencét, akkor a július elsejei nyitásnak nincs akadálya. A medencét 3 hét alatt tudja rendbehozni a kivitelező, de a szakértők véleménye megoszlik arról, hogy később szükség lesz-e a teljes újraburkolásra. Olyan anyagokat használtak, beltéri ragasztókat, illetve sima vakolatot ennek a csempének a felragasztásához, illetve a kiegyenlítő rétegéhez, ami teljesen alkalmatlan volt erre. Rácz Zoltán, az Éjjel Szekszárd frakció önkormányzati képviselője egy 2016-ban elvégzett szakértői vizsgálatra hivatkozva azt mondja, már az építéskor rossz alapanyagokat használt a kivitelező, ez okozza a problémát. Szerinte a végleges megoldást a medence újraburkolása jelenteni, aminek költsége egy árajánlat alapján 120 millió forint körül lenne. Ezek a ragasztók és ezek a szigetelő anyagok iszonyatosan drágák. Szóval, és nincs több alternatív, tehát nincs változat, hogy majd lehet valami olcsóbbat, meg sokkal olcsóbbat. Tehát itt körülbelül ez a nagyságrend. Tehát 50 és 120 között, vagy e körüli ár. A strand építésekor a műszaki ellenőri feladatokat ellátó Planéta Kft. Ügyvezetője azt mondja, a kivitelező a tervezett anyagokat használta az építés során. Hogy a fürdőt a terveknek megfelelően tervezett anyagokkal, tervezett fugázó anyagokkal kivitelezte a vállalkozó, amiért természetesen 36 hónap garanciát vállalt. Friedman Tamás néhány nappal ezelőttig a Rácz Zoltán által hivatkozott 2016-os szakértői vélemény létezéséről sem tudott, azt nem látta, így véleményt sem tud mondani az abban leírtakról, azt viszont elmondta, hogy a 2012-es átadást követő 3 évben, ameddig a garancia szólt, jelentős meghibásodást feléjük nem jeleztek. Az azóta eltelt időszakról pedig nincs információjuk. A szakértő szerint a teljes átburkolás bekerülési költsége csak arra vonatkozó tervek és több árajánlat alapján határozható meg. Én ezt a 100 milliós nagyságrendű árat személy szerint nem tartom megalapozottnak, erre vonatkozóan semmilyen számítást nem láttam, ilyen alapul lehetne mondani, hogy 80 millió, lehetne mondani, hogy 120 millió, ez anyag és munkadíj függvénye, de főként az anyagárak. Ács Rezső polgármester azt mondja, ezt a kérdést majd később vitatják meg, most az a lényeg, hogy mielőbb kinyisson a strand. Arra adtam a utasítást, vagy fogalmaztam a kérdést, hogy egy műszaki emberekből álló csapat állítsa össze péntekig azt, hogy milyen beavatkozásokra van szükség, és ehhez milyen fedezet kell anyagi szempontból. Költségvetésileg én azt gondolom, hogy támogatni kell ennek a fürdőnek a helyre hozatalát és a megnyitását. A szekszárdi fürdő 70-80 ezer embert fogad egy-egy szezonban. A koronavírus miatt bevezetett intézkedések jelen pillanatban nem tennék lehetővé, hogy teljes kapacitással üzemeljen a strand, viszont a nyitásig további könnyítésekre lehet számítani.